A Nemzeti Közszolgálati Egyetem legifjabb egysége, a víztudományi kar 2017. február 1-én kezdte meg működését Baján. A modern technológiával, korszerű mérőműszerekkel felszerelt intézményben a tanulók a gyakorlatban hasznosítható ismereteket szerezhetnek. A kar dékánja dr. Bíró Tibor elmondta, a közelgő felvételi határidő előtt érdemes tudni, hogy egy teljesen új képzést, a vízügyi üzemeltetési mérnök alapszakot is elindítják, amire már lehet jelentkezni. Ennek az az érdekessége, hogy ez teljesen egyedülálló az országban. Korábban már alapításra került ez a szak, és igazából az alapítás is Bajáról indult el. Ebben az évben pedig sikerült az indítási engedélyt is megkapnunk a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól. Úgyhogy a február 15-i jelentkezési határidővel egy újabb alapszakra lehet hozzánk jelentkezni. Ennek az alapszaknak az a lényeg és a jelentősége, hogy 3 éves képzésről van szó, tehát 6 fél év után BSC diplomát kap a hozzánk jelentkező, és már is a munkaerőpiacra mehet. Az egyes szakok képzéseiről, előnyeiről egyébként a közelgő nyílt napon, január 13-án szombaton délelőtt 10 órától bővebb tájékoztatást kaphatnak a diákok és szüleik, tette hozzá a dékán. Dr. Tamás Enikő Anna, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet vezetője elmondta, egy teljesen új, hazánkban egyedülálló szakról van szó, amelynek elvégzésével vezetői munkakörök betöltésére is alkalmas lesz az a hallgató, aki ezt elvégzi. Itt a tervező mérnöki ismeretekből van egy kicsit kevesebb a tananyagban, viszont a vízgazdálkodási speciális szakirányos ismeretekből viszont több van. Tehát elsősorban a víziközmű üzemeltetésben, vízbeszerzésben, tehát vízellátásban, csatornázásban, ivóvízhálózatok üzemeltetése, ilyen dolgokban lesz nagyon erős ez a szak. A képzést ráadásul nappali és levelező tagozaton egyaránt közszolgálati ösztöndíjjal támogatják, tehát annak is ingyenes, aki államilag finanszírozott fél éveit esetleg már elhasználta. A szakról és a jelentkezés feltételeiről bővebben az intézmény honlapján tájékozódhatnak.